Sajtótájékoztatót tartott tegnap este a Ceglédért Független Egyesület. Keszthelyi Ferenc elnök a bejelentések előtt arról is beszélt, milyen eredményeket ért már el a szervezet az elmúlt negyed évszázadban. Az immár több mint 25 éves Ceglédért Független Egyesület elnökeként elmondhatom, mint alapító tagja is, jelentős szerepet töltött be egyesületünk a város politikai és közéletében az elmúlt időszakban. Egyesületünk már az 1998-as választásokon indított jelöltet, és a 2002-es választásokon értük el a legjobb sikereket, amikor 5 választókerületben 5 tagtársunk jutott be képviselőként. Bejelentették, zászlót bontanak, vagyis döntés született arról, kiket indítanak az egyes körzetekben. Az egyes körzetben dr. Dezsőfi Ferenc, a kettesben Orosz Zoltánné, a hármasban Hernádi Péter, a négyesben Keszthelyi Ferenc, az ötösben Mészáros Béla, a hatosban Ványi Zsolt, a hetesben Túri Krisztina, a nyolcasban Molnár Gergely, a kilencesben Bobál István, és a 10-es választókörzetben Erdődi Péter lesz a Ceglédért Független Egyesület önkormányzati képviselőjelöltje. A jelölteken túl egy fontos döntést még meg kellett hozniuk tegnap, mondta Bobál István. Egyesületünk egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 2024 évi önkormányzati választáson dr. Lakos Rolandot támogatjuk. Dr. Lakos Roland a mi közülünk való. Valamikor az egyesület tagja volt, velünk együtt várospolitizált. Aztán más irányba ment az útja, Csemőben lett 2 cikluson keresztül is polgármester. Ismerjük Lakos Rolandot, ismerjük azt a programot, amit meghirdetett polgármester jelöltként, és úgy határoztunk, úgy döntöttünk, hogy ezt a programot, ezt a szemét, a Ceglédért Független Egyesület támogatni tudja, és támogatni fogja az önkormányzati választáson. A Ceglédért Független Egyesület tehát saját polgármester jelöltet nem, de képviselőjelölteket minden körzetben indít a június 9-i választásokon.